Megkezdte a jeges edzéseket a 2021-2022-es szezonra a Gyergyói Hoki Klub. Az Erste Liga rajtjáig Szilassy Zoltán vezetőedző tervei alapján készülhet a csapata a mérkőzésekre. Az edzéseket már májusban elkezdték a Gyergyói Hoki Klub jégkorongozói, mostantól pedig már a jeges felkészülés zajlik a gyergyószentmiklósi műjégpályán. A felkészülés során hamarosan Érdre edzőtáborba utaznak. A csapat már türelmetlenül várja az Erste Liga idei kiírását. Ahogy most így ránézek, napról napra jobb a minősége a jégnek. Úgyhogy jól nézett ki az edzés, amit szerettünk volna azokon a jeges edzéseken, amik eddig elteltek. Azt a srácok visszaadták nekünk, hogy minden nap egy kicsit több lesz jégen is. Természetesen szárazon ugyanúgy permanensen dolgozunk, ahogy eddig tettük. Hozzátettem, bíznak benne, hogy megoldódik az indulásuk ügye az Erste Ligába. Ez amiatt vált némileg bizonytalanná, hogy a Román Szövetség úgy engedélyezte az indulásukat, ha ezzel egy időben Csíkszereda és Brassó is indulhat. Miután azonban utóbbi nem adta le időben a nevezését, a szervező Magyar Szövetség nem számol a részvételükkel. Ez pedig Gyergyó-Szentmiklós és Csíkszereda indulását is befolyásolhatja. A csapatot a bonyodalom azonban nem foglalkoztatja, és kíváncsian várják az Erste Liga sorsolását. Ugyanakkor, mondta Szilassy Zoltán, a csapat a hazai bajnokságra is fókuszál, hiszen két fronton kell szerepelniük.